kezdő vállalkozásokat segítő irodaházat alakítottak ki a Békessugárúti Stéberházban. A munkálatok befejeződtek, jelenleg már a pályázati elszámolás folyik, ezért hirdették meg a 14 irodahelyiségből álló ingatlant a kezdő vállalkozók számára kedvezményes 1150 forint per négyzetméteres áron. A felhívás már megjelent, és az első pályázatok is beérkeztek. A helyiségekre a jelentkezéseket a leendő bérlők folyamatosan nyújthatják be, nincs egy tólig határidő. Az összes helyiség meghirdetésre került egy időpontban, amikor azonos helyiségre több bérlő jelentkezik, ott a megelőzés szabályai érvényesülnek többek között, tehát aki hamarabb benyújtja arra helyiségre a pályázatát, ő fogja ezt megkapni. A teljesen felújított ingatlanon 5 vizes blokkal ellátott épületrészt alakítottak ki, összesen 14 irodával. Ezen kívül 4 tejakonyha és egy nagyobb tárgyaló is rendelkezésre áll. Az ötös felosztás igény szerint módosítható, vagyis akár 14 induló vállalkozás is megtelepedhet itt. A bérlők lényegében mindent megkapnak, a helyiségben bútorok, informatikai eszközök állnak majd a rendelkezésükre. A módosult pályázati kiírás és a helyi rendeletünk szerint azok a kettős könyvitelt vezető mikrokis és középvállalkozások vehetik igénybe, akik gazdasági társasági formában működnek, és az ötödik üzleti évüket még nem zárták le. Ezek a vállalkozások zömmel küzdenek a kezdő vállalkozások problémáival, nehézségeivel. Ugye a tevékenység még most kezd beindulni, a termelő tevékenység, a profitot hozó tevékenységek még ezután kezdenek realizálódni. Éppen ezért számukra nagyon fontos egy olyan inkubációs környezet kialakítása, amelyben legalább az adminisztrációs és a helyiség használattal járó nehézségeket ki lehet küszöbölni. Ezt a célt szolgálja a Stéberház. A pályázatok benyújtásáról többek között a gyula.hu oldalon, vagy akár a Gyula TV képújságjában lehet tájékozódni.